Nekem igen. Van, aki már felkészült a boldogító igenre, de olyan is akad, akinél ez még várat magára. Az azonban bizonyos, hogy a hölgykoszorú tagjain tökéletesen mutatott a mennyasszonyi ruha. A jegyes párok nem csak a mennyasszonyi ruhák kiválasztásához kaptak segítséget, hanem például a nagynap díszítéséhez is szerezhettek ötleteket. Az egyik fehérvári virágüzlet tulajdonosa szerint a legdivatosabb mennyasszonyi csokrok ma lilában és pinkben pompáznak. Nagyon megy a lila, a pink, a májva. Hát virágokban természetesen az orchidea, ami nagyon elegáns, akkor a rózsa, a másik, ami szintén nagyon szép és elegáns. És innentől kezdve nagyon sokféle lehet a lizianthus, lehet a boglárka. Ennek a jegyes párnak júliusban lesz az esküvője, a szertartást nagy násznép előtt, a lakodalmat pedig szűk családi körben tervezik. A szervezéssel azonban egyelőre nem állnak valami fényesen, ezért jöttek el a nyílt napra. Körbenézzünk itt a kiállításon, és akkor utána megyünk, megnézzük a termet is, úgyhogy még egyelőre nem néztünk körül a pontosan, hogy a házas, de amúgy kívülről nagyon tetszik, meg hát amennyit láttunk ebből, ez nagyon tetszik eddig. A Himmerházban ebben az esztendőben először szerveztek nyílt napot. A cél az, hogy az egyedülálló házasságkötő termet minél többen megismerhessék, és a nagy nap lebonyolításához a jegyesek segítséget kapjanak.